Örsi Mátyással folytatjuk a műsort, a Demokratikus Koalíció Országos Tanácsának tagjával, volt külügyi államtitkárral. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én azt mondtam, hogy a magyar külügy veteránja még itt a bevezetőben, az úgy helyén való? Hány éve van ebben a külpolitikában? Lassan 30 éve foglalkozom külügyekkel, akkor különböző beosztásokkal. Itthon is volt egy pár szép beosztásom, de amikor külföldön dolgoztam, az mindig valahogyan sikeresebb volt. Van egy ilyen mondás, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Ez valahogy általában igaz is. Viszont most Szijjártó Péter nem itt próbál a saját hazájában valamit elérni, hanem az Egyesült Államokban látogatott. Az ön véleménye szerint, hogy kiköszörülje a csorbát, ami valahogy a magyar és az amerikai politika viszonyában kialakult, meg hogy elérje azt, hogy Donald Trump végre valahára fogadni legyen hajlandó Orbán Viktor. Ez változatlanul annyira fontos lehet Orbán Viktor számára, vagy politikailag lenne nagyon fontos? Nagyon örülök ennek a kérdésének, mert igazából nem tudom és nem is akarom a mosolyt leplezni a saját arcomról. Orbán Viktor, amikor a nyugatot temeti állandóan és kelet felé fordul, eljátsza azt, hogy őt nem érdeklik a nyugati kapcsolatok, hogy mit összepedáloz azért, hogy Egyesült Államokban fogadják méltó szinten teljes Fehérházban. Rendkívüli erőfeszítéseket tesz, ezért eddig mindig visszaesett, tehát mindig visszaesett, és akkor mindig kiküldi a külügyminiszterét, aki kimegy pár havonta, ott nem fogadják magas szinten, és a dolog nem működik, és érdemes megvizsgálni, hogy miért. Mégpedig azért érdemes megvizsgálni, hogy miért, mert a magyar-amerikai kapcsolatok fontosak. Én azt, mint ellenzéki politikus támogatom, hogy a magyar miniszterelnök Washingtonnal legyen jóban, legyen egy jó kapcsolat. Amerika még a mai állapotában is egyik legfontosabb partnerünk lehetne, és én sajnálom, hogy ez a látogatás nem jön létre. De elnézésre Orbán Viktor mindent megtett azért, hogy Donald Trump a kegyeibe fogadja. Hát ugye az első és nagyjából az egyetlen olyan Európai Uniós vezető volt, aki nyilvánosan neki szurkolt. És gondolom, hogy ezzel joggal vélte úgy, hogy Donald Trump barátjaként kerül be a jegyzett füzetekbe. Lássuk be, hogy a csillagok jól alakultak Orbán Viktor számára, részben azért, amit ön mond, nem volt még egy olyan európai vezető, aki nyilvánosan nem Donald Trumpnak rukkolt volna a választáson. Megjegyzem, a saját szempontjából igaza volt, mert ha Clinton nyer, akkor bármit mond, Clintonnal ő sose lesz már többet jobban, tehát 19 lapot húzott és nyert vele. Másfelől pedig ideológiailag a két vezető között rengeteg a hasonlatosság, gondoljunk a migrációs politikára, gondoljunk a PC, a politikai korrektségnek az elutasítására, gondoljunk a falépítésre, a sajtó Trump most mondta, hogy a falat megépíti. Pontosan, hát nagyon sok mindenben hasonló, és mégis ott találjuk magunkat, hogy Magyarországhoz hasonló nagyságrendű országok vezetőit rendre fogadja, Cseh Zeman elnököt, Román Johannis elnököt, a finn miniszterelnököt fogadta, és lehetne a sort folytatni, és Orbánt meg csak nem. Hát mégiscsak arra kell, hogy jussunk, hogy valamilyen politikai oka van annak, hogy ez a találkozó nem jön létre, és hát ha alaposan megnézzük, hogy mi lehet ennek az oka, én magam kettő következtetésre jutok. És mondjuk washingtoni forrásai mondjuk visszaigazolják, hogy nem járok messze a valóságtól. Az első a CEU ügye. Ugye Orbán Viktor számára a CEU az egy soros valami, és hát mondjuk Donald Trump sem szereti Soros Györgyöt, ugyanakkor azt Orbán Viktor nem értette meg, hogy a CEU egy amerikai alapítású egyetem. Tehát, hogyha Donald Trump azt mondja, hogy Amerika mindenek előtt, akkor nem lehet megtámadni egy amerikai alapítású egyetemet, mert az amerikai adminisztráció a védelmére siet. A másik ilyenok pedig Oroszország. Ugye úgy alakult egy évvel ezelőtt, hogy Donald Trump és Putyin között jó kapcsolatok lesznek, hát azóta kiderült, hogy semmi nem annyira fenyegető Donald Trumpra nézve, mint az, hogy mi fog kiderülni az orosz kapcsolatokról. Donald Trumpnak a legközelebbi hozzátartozói kényszerültek lemondásra. Nem keveseket közülük bírósági eljárás fenyeget. Most volt a hírekben, hogy a kongresszusban meghallgatják őket az orosz kapcsolatokról. Most ehhez egy olyan miniszterelnök, aki az Európai Unióban a legközelebb van Donald Trumphoz, Putyinhoz. Vladimir Putyinhoz, a legnagyobb veszélyt jelenti Donald Trumpra nézve. Úgyhogy nekem az a meggyőződésem, hogyha Orbán Viktor ki akar jutni Washingtonba, akkor először is meg kell nyerni a választásokat, remélem erre nem fog sor kerülni, de az orosz kapcsolatokat vissza kell fognia. Szóval az nem megy,
hogy Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesek a NATO-ban, és egy olyan utasítás megy ki állítólag a latyöveteknek, hogy a magyarokra vigyázni, mert az, a bizalmas információk Moszkvába landolnak, ilyen hír járja a NATO központjából, ez nyilvánvalóan nem megy tovább. És a másik, hogy Orbán Viktornak ki kell állnia, és azt kell mondani, hogy a CEU marad Budapesten, és a kormány abba hagyja a megzállását. És ehhez képest Szijjártó Péter az első mondatait így fogalmazta meg az Egyesült Államokba érkezve. Magyarország 2010-ben még a probléma része volt Európában, azonban az elmúlt 7 esztendőben felépítettük a rendkívül sikeresnek bizonyult magyar modellt, valamint sajnálkozott afelőtt, hogy néhány intézkedés félreértett az amerikai adminisztráció. Tehát minthogyha szembe menne azzal, amit elmondott, és minthogyha semmit nem akarna érteni abból, hogy lépni kell és lágyítani kell ezen a kapcsolaton. Csak egy példa, ugye a Freedom House, amely a kormány szerencsétlenségére Szijjártó kiutazásának a napján hoztak ki az éves jelentését, szemben néhány jobboldali elemzőben ennek semmi köze a magyar választásokhoz. Hát minden ország a világon benne van, választások jönnek. A Freedom House volt az az intézet, amely kijelentette a 72 pontjára hivatkozva, amit Magyarország elért az ő listáján, az Európai Unióban Magyarországon áll a legrosszabbul pontosan, a demokrácia pontosan. Sorsa. Na most ugye Szijjártó mit mond erre, hogy hát a Soros finanszírozza? Na most, ha valahol, akkor a State Departmentben tudják, hogy a Freedom House költségvetéséhez legnagyobb hányadban maga a State Department járul hozzá. Tehát nem Soros, hanem a State Department. Gyakorlatilag a külügyminisztériumhoz bekötött szervezetről van szó. Igen, mit akarok ezzel mondani? Hogy Szijjártó Washingtonban mondhat valamit a sajtónak, amelyet lehet, hogy idehaza a saját választói elhisznek, de Washingtonban a washingtoniak tudják, hogy hazudik. És hát szerintem ezzel nem javítja a pozícióit, hanem inkább rongálja. A külügyminisztériumban van egy adminisztráció, szakemberekből áll, az a dolguk, hogy háttéranyagokat készítsenek egy kormányzat részére. Ez minden külügyminisztériumban így van a világon, nyilván Magyarországon is így van. Elképzelhető, Szijjártó Péter nem megfelelő anyagokkal felvértezve, nem megfelelő elemzéseket olvasva érkezik egy ilyen tárgyalás sorozatra? Nem ismerek még egy olyan minisztériumot, ahol annyi szakembert rúgtak volna ki, mint a külügyminisztériumban. Hát ott gyakorlatilag annyira tragikus a helyzet, hogy még a Navrasics, vagy a Martonyi féle, ők is elég nagy frissítést végrehajtottak, még az ő embereiket is kirúgta Szijjártó, és helyette hozott másokat. Tehát itt van egy probléma a szakértelemmel. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ezt nekik is tudniuk kell. Én úgy gondolom, hogy ma már nem merik megmondani a főnöküknek, nem fogom önnek elárulni, hogy melyik diplomatától hallottam, de én beszélgetek diplomatákkal. Kétségbe vannak esve attól, hogy a szakma halott. Mert hiába írnak le bármit, hiába mondanak, még le is tolják őket, hogy nem kell beleszólni a döntésekbe. Tehát nem merik elmondani, de ha mégis elmondják, lesöplik az asztalról, mert egyetlen egy dolog van a magyar külpolitika égisze alatt, ez pedig Orbán egyéni ambíciói, amelyek a politikában fontosak, én ezt nem tagadom, de azon kívül annyi minden van még, amire neki ügyelni kéne. És sajnálom, hogy nem ügyel, mert ezzel mindannyian rosszul járunk itt Magyarországon. Örsi Mátyás, köszönöm, hogy megosztotta velünk a véleményét. Köszönöm az érdeklődést.